beltéri levegő légminőség javításáról már beszéltünk. Nézzük meg azt, hogy ez faforgáccsal hogy történhet. Ez történt például egy speciális faforgáccsal, például egy cirbolya fenyőnek a forgácsával, amiről köztudott, hogy kipárolokba mondjuk az alvás minőségén sokat segíthet azáltal, hogy a szívritmusunkat jó irányba befolyásolja, illetve a légzésünket könnyíti. Tehát rengeteg kutatás van erről, érdemes utána nézni az interneten, hogy kinek milyen szempontból lehet az érdekes. Minden esetre, mint illat, mint faforgács illat kezeli a belső tér levegőjét, és nagyon sok hasznos dolgot végez a belső térrel. Tehát légkezelés, faforgáccsal, ez egy speciális technika. Nyilván itt megvannak azok az előnyök, amiket előbb elmondtam, de megvannak a hátrányok is, hiszen ez a felület porosodhat, időnként cserélni kell, viszont van egyéb előny is, például olajakat lehet rá cseppenteni, és azzal lehet fokozni a hatását, attól függően, milyen olajat teszünk rá. Tehát erre is fel lehet készülni, ilyen technikával is lehet dolgozni, ez is egyfajta levegő minőség szabályozása a belső tereinkben.